Annyit kell itt gondolkodni, komolyan mondom, Einstein, bazd meg, az itt csak ülne mellettem azt így nézni, hogy... Wow, Jezsi! Milyen okos ember! Én ezt nem tudtam volna kitalálni, bazd meg! Relativitás vagy a kurva anyával se tudtam, bazd meg, mi van te meg itt egymás után oldod meg a rejtélyeket! A kis csaja van az egésznek a hátterébe. Elkapta a hasgörcs a kislányt, azt telifosta, úgy ahogy van, mint a búvár a búvárruháját, az egész hajót, az egész házat, meg mindent. Tiszta szar az egész. Keressük meg ezt a kis kurvát, mert most már tényleg fölbassza az agyamat. Gyereket nem fog megúti talán, de érted azért mégiscsak. Nem kap zseppészt, az kurva biztos, beszélek az anyjával, az apját fogom szájba baszni, de nagyon keménye. Hogy lehet ilyen kis ringyót elereszteni a vadvilágba, bazd meg, nézd meg! Szétbasz egy egész hajót, azt mondom, hogy 10 éves. Ugorjál, de úgy, hogy fájjon. Ah, ez az, imádom. Jó. Jó, akkor hívjatok ide egy Vivaldit, vagy ki a kurva anyja, aki állandóan fest. A Vivaldi, nem az festő. A Vivaldi majd megoldja, bazd meg, de én gecire nem tudom. Olyan szar az összes, akárhogy forgatom, ez minden olyan szar, bazd meg. Így vagy így gondoltam, művész, úgy vagy így, mi ez? Mi csippan? Ez jó, bazd meg. Ez jó, tele van ilyen olajjal. Mire megint visszamegyek, te annyit kell itt gondolkodni, komolyan mondom, Einstein, bazd meg, az itt csak ülne mellettem azt így nézni, hogy... Wow, Jezsi! Milyen okos ember! Én ezt nem tudtam volna kitalálni, bazd meg! Relativitás vagy a kurva anyával se tudtam, bazd meg, mi van te meg itt egymás után oldod meg a rejtélyeket! Én megmondanám neki, igen, Einstein, csak kussoljál, bazd meg, mert szájba baszlak! Nem látod, hogy dolgozom? Így elbeszélgetnénk egyébként, de gecire zavarna, tehát ilyen... fél streamet bírna ki max a csávó. Itt van, berakom. Kinyit. Ó, bazd meg, már jönnek is. Pont jó, hogy jössz, haver, találtam valamit, ami tetszeni. Ha kurva anyját, ez jó tűz. Mehetünk. Rezsőség, jöjjön elő mindenki. A rezsőség az a rendőrség, csak hogy tudjátok. Add meg. Ott van a fosztos! Semmit nem félsz meg, köcsök! Majd segítek, így talán megfélsz, nem? Nézd meg, lehány! Ne igyon, aki nem bírja, én azt mondom! Ja, és ez még valami, gyere ide, légy szíves! Ez egy kitüntetés, te vagy a legnagyobb fasz, akit eddig láttam a játékban! Ne félsz! Meg lesz mosod! Várjál, Foki, ne robbantsam! Elfelejtettem, hogy kell robbantani! Jaj! Jaj! Ott van! Vége van, bazd meg! Megcsináltuk, gyerekek! Szarrá robbant! Akkor szereztem most valamit, amit be kell dugjak valahova. Elég ilyen szexista az egész játékban, de mindig szerzek valamit, bedugom valahova, csak úgy juttatok tovább. De hát ez is ilyen az élet, nem, bazd meg? Akkor jutsz tovább, ha valahova bevered. Ez variálok egy ilyet, ez a gyógyítal, azt tudom. Abból nem árt, ha van. Jó erős, ilyen kevert. Érted? Tipli, én ezt javaslom mindenkinek. Tipli vagy valami kevert, általában ahol a legjobb, az mindig a pályaudvar. Pályaudvar vagy kis bódé, régen újságárusoknál is lehetett kapni. Tipli, kevert, sportonikórum, érted? Bekezeled a kezedet és nézd meg, csodák tedd van. Mindenre gyógyír. Jön a Covid, beverek egy kevertet, azt lehányom van. Ennyi. Na. Azaz, bazd meg! Tényleg, itt minden szar, most ott aláírhatjuk. Itt bazd meg, minden totál szar. Egy kibaszott ajtót nem lehet kinyitni. Milyen játék ez? Minek a játék készítők, bazd meg? Üres fiók, meg egy csomó nyithatatlan ajtó. Hát, itt egy kibaszott programozó, vagy valaki főnök, aki megvagy a gyerekek. Takarítsatok már ki, bazd meg. Így adtok el egy játékot, tiszta rosta, meg geci az egész. Hát, bazd meg. Tényleg. Mennyibe került volna egy átpixeledő, normális körülmények között sétáljon az ember? Haszontalan játékelem részleg, ez az! Csomó fasság van benne, bazd meg!
készítő között, akik direkt azzal foglalkoztak, hogy figyelj, faszfej, neked az lesz a dolgot, hogy üres fiókokat rakjál szét a pályán. Tényleg ez? Igen, bazd meg! De én annyi mindent tudnék csinálni az életemben. Nem bazd meg, te üres fiókokat fogsz lepakolni. Na, felhasználom az utolsó előtti kis zsíromat. Ez az. VD40 Forever, így van, azzal mindent meg lehet csinálni. Meg hát ugye, kicsit öregebb a csaj, alávered. Mert ugye öreg sufniba is megfagy a kolbász. Ahogy azt mondani szokták. Terény, vagy mi a fasz? Hoppá! Itt van a kis... Itt van a kis... Kommandós módjára fogom levadászni. Ó, bravo! Ez igen öreg! Tartogattam ezt a kis csecsebecsét ide, lekészítem eleget, gyakoroltam, most már működnie kell. Gyere ide, dagad! Gyere! Kapjál a tudsz! Ó, bassz meg, mit tettél te állam? Gyere le! Nem mersz lejönni, mi? Gyere, mert! Gyere, gyere, gyere! Gyere, te szarház! Gyere! Gyere, dagad, lépjél rá! Ó, de te sajnálom! Na mi van? Nem elég? Azért mondom. Mi van? Ó, még lőszer. Ezt most nagyon megszoptátok, a szerencse mellé már köcsögök. Halljátok, hogy jövök? Itt nem fink hangok repkednek meg okádás, itt kőkemény fegyverdörgés. Hogy tudják, hogy jön a rezsőke. Rettegjék is le! Ott van a rivalc. Na, akkor most szépen letérdez, nem pofázol! Le... Elteleportálsz-e? Bazd meg! Ethan! Itt vagyok én, mármint itt vagyok, a saját férjem vagyok itt. Ethan? Ethan, evés, az a neve. Ethan? Ó, itt meg az öreg fasz. Mi ez? Hey, neither is Marguerite. Arról beszél, hogy ő nem akart ezt az egészet, hogy igazából ki van idegileg. Ott van a felesége, aki jó, a fiatalabb, mint ő is, nem szereti a taperója, de ezt meg kéne oldjuk, ezt a problémát. Now what did she do to you? De mit oldjak meg, kérdezem én? She infected us with her. Hát oldjad meg, hogy a feleségem végre úgy rendesen empergőző vele. Apám az még tudta, hogy kell csajozni, de én nézd meg, ott nézd ki az ablakon, valami más faszira vágyik. Lehet, hogy épp rám. She infects you and then she takes control? No. Ugye, kontrolláljam az egész életedet? Ne, inkább ne. And you can't resist the urge to... Na, valami komolyabb baja van, tehát, hogy az egész élet el van basztva, mert itt összeszarták az egész csónakot, meg mindent, házát is összeszarták, és gyakorlatilag itt a fő problémának azt mondható, hogy tönkrement a csávó, nem takarított, nem dolgozottak, most megrohad a saját szarába, de állítólag a kislány telt arról, hogy itt megrohadt a saját szarába, és ezt akarja nekem elmondani. Én vagyok a fény. Rémember. Azt mondják, itt a Rémember. Itt a Rémember, emberek. Kijövök a trutyiból, azt majd lesz vigyá Rémember, hogy beszarsz. Na, elad. Elad. Ó, most szabadítom ki a saját fényem, azaz női testem, a férfi testemet szabadítom. Itt van. Lehántod rólam a taksod magát. Ez az, gyere ide, annyi csókot. Na, megtudom magamat mindjárt. You have... to get out of here and find her. Ott van hátad mögött, bazd meg, ott van hátad mögött, figyelj már jobbra, bazd meg, majd a kipasz csinálj! What are you doing? What are you doing? Ne hagyj a nőkre bízzunk bármit is, nem hiszem el. You need to go. Mi az, hogy ott van hátad mögött, te hülye? Nézd én már hátra, bazd meg, nem hiszem el. Now go kill that little bitch. No, no. Mia! No, Mia, no. No! Mia, bazd meg. Ó, Istenem, tényleg. Tényleg, már izzadok, bazd meg, a női hülyeségtől, hogy ott van a háta mögött, okay, hogy elmondtam 25-ször, bazd meg, de szarik, bazd meg rá. Szarik rá, tipikus nő, bazd meg. Megint hozhatom rendbe a szart, mert bezárta magát a kis picsával. Na, gyerekek. Kurva nehéz ám így, kurva nehéz. Mint ha már lettem volna, most össze-vissza mindjárt fölveszem ezt a sapkát, de az is csak ide van rakva, hogy nézzet sapka, bazd meg, ez a értelmetlen dolgokért felelős minisztérium, bazd meg. Na,
Jaj, majdnem megijedtem a saját árnyékomtól, a faszomat, ezt jól kitaláltam valamelyik csicska gecibor, meg aki ezt összerakta. Most mehetek ki, ugrok egy mázsa szarba, megint meg kint még több szar van, mint bent, tényleg. Hogy lehet csinálni egy játékot, ami a fosról szól? Legyen a 44-es. De úgy picsán lövök mindenkit, hogy beszarik. Hagyjad ide apának! Eljött az idő, hogy ezt kipróbáljam. De nem most, jó emberek! Mert a játékot mindig ott hagyjuk abba, ahol a legjobb! Ha-ha-ha! Kecsegek! Most még nem nézhetitek meg, de legközelebb. Úgy érzem már, közel a finálé. Elkapom a kislányt. Kitisztítom a fostól ezt az egész területet, és utána engem fogtok ünnepelni, hogy igen, nagy szarba voltunk, Rezsőbán, nagyon nagy szarba. De te segítettél rajtunk. Köszönjük, csókoljuk a kezedet, Rezsőbán. És én gond nélkül fogom mondani, hogy gyere. Gyere és csókolj. Puszilgassad. Szabd le az összes ujjamat. Aki pedig az előző részeket nem látta, az pedig a mogács.hu-n megtekintheti, illetve most a Mogger Gamer csatornára, a YouTube-ra ki fogjuk tenni a vágott részeket is, mert ami jó, az jó, érted? Annyi mindent tanulhatsz, technika, kultúra, bölcsességek,